Jelenleg is több milliárd forintos sportlétesítmény felújítások zajlanak Nyíregyházán, közölte a város polgármestere Kovács Ferenc. A hétvégén tartott sajtótájékoztatón az is elhangzott, az új sportközpontok, illetve programok bebizonyították, Nyíregyháza egy sportos város. A szabadidősport, az utánpótlás, illetve a versenysport területén is komoly beruházások voltak, illetve van most is folyamatban a legnagyobb, az a Buszacsának a második-harmadik üteme, ami a csarnok belsejében történik. Ez a felújítás zajlik, ez egy 2,1 milliárdos összegű beruházás. A stadiont, ha megnézzük, ott nagyon sok minden történt. Műfűves pálya, felújítások, ott is van egy szabadidőkondi park, ott van a streetball pálya, amit tavaly újítottunk fel, ott van a strandoklabda pálya, amit a Hübnertől kaptuk, a 6 kispályás focipályának a világítása teljes körűvé vált, mosdó, felújítás, öltöző. Nyíregyházán példaértékű, hogy iskolai rendszerben foglalkoznak az úszással, mondta a sportért felelős államtitkár. A Tanúszoda program elindult, és jövő év, tehát a kormány részéről terben van közel 50 tanúszoda megépítése. Ez egy program, hiszen nagyon nagy igény van rá, a járásokat feltérképeztük, és vannak fehér foltok, és ez került úgymond pótlásra. 25-öt fogunk átadni jövő év első felét lezáróan, és azt követően következik a második üteme. Most polgármester úr jelezte, hogy szeretnének tanúszodát. Ugye tudom azt, hogy szintén gyermekkoromban ugye én itt tanultam meg úszni, itt is volt a pályafutásom végéig, hogy úsztam, de az a példaértékű munka, az a kiválasztási rendszer, az itt megvan. A tanúszodák építésének második üteme előreláthatólag 2017-ben fejeződik majd be. Szabó Tünde kérdésünkre úgy nyilatkozott, ebben az időszakban már Nyíregyháza is kaphat új úszodát.